megfelelő bútorzat kell. Megfelelő elhelyezési körülmények, hiszen itt az emberek 24 órás váltásba tevékenykednek. Az úgynevezett Iparbiztonsági Információs Központot mutatja be Balázs Gábor, tűzoltó dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. A központot több mint 600 millió forint visszanemtérítendő támogatásból hozták létre. A legfontosabb az, hogy maga ez az Iparbiztonsági Információs Központ, ez egy adatgyűjtő, adatelemző, adattovábbító, döntés előkészítő szervezeti egység. De ezt mind elektronikus formában, tehát olyan adatrögzítő szervereink vannak, amelyen számos terabájt mennyiségben férnek el adatok, bármikor visszanézhető, kereshető. Az Iparbiztonsági Információs Központban új informatikai hálózatot alakítottak ki 10 mobil dupla monitoros munkaállomással, a hozzájuk kapcsolódó telefonos elérhetőséggel, nagy teljesítményű multifunkciós készülékekkel. Minden munkahely képes videokonferencia kapcsolódásra, a vezetés irányítást nagyméretű monitorfal segíti, amelyen megjeleníthetők az egyes munkafolyamatok, emellett a kárhelyszínről, illetve a beavatkozásban résztvevő más szervek központjaiból érkező videóanyagok. A személyi állományát tekintetében havonta képezzük az állományt, mert nekünk is tanulni kellett ezt a rendszert, hiszen nagyon modern, nagyon okos eszközökkel vannak a mai szóhasználattal felszerelve, és egy ügyeletvezető, egy operatív törzs vezető mellett egyébként 5 személy dolgozik még, akiben adatrögzítők, értékelőelemzők, ügykezelők vannak. A projekt záró eseményeként egy törzsvezetési gyakorlatot tekinthettek meg a résztvevők, ennek során egy regionális közúti ellenőrzési akciót hajtott végre a Baranya, a Somogy és a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.